sziasztok! A mai nap folyamán Zákonyi Bencével fogunk beszélni. Én nem is nagyon sokat szeretnék mesélni, rengeteg külföldi tapasztalattal rendelkezik. Szia Bence, köszönöm a lehetőséget, vágjunk is akkor bele! Szervusztok! Szóval én Zákonyi Bence vagyok, és kicsit gondban is vagyok, hogy külföldi tapasztalat ügyben, mert nekem gyakorlatilag csak külföldi tapasztalatom van. Ugye hivatalosan 12 éve élünk külföldön, de én előtte is éjjel-nappal utaztam, sőt már a főiskolai rektorom is úgy jellemzett, hogy ilyen klasszikus álmokfutó, mert hogy folyamatosan ugrálok országról országra, és így hurcolgatom a családomat is. Én először még ugye Szlovákián keresztül Lengyelországban voltam külföldön, ez akkor volt, amikor pont a szolidaritás féle politikai harcok mentek, és a legelső külföldi élményeim között már olyanok vannak, hogy emlékszem rá, nagyon kicsi voltam, de onnantól szerintem ez nagyon meg is ragad bennem, hogy ment előttünk egy ilyen teherautó, és akkor volt egy szöges drót, meg ilyen géppuskás katonák, és kérdeztük, hogy ez micsoda, és mondták, hogy hát ez a vodka szállítmány, mert hogy a munkások nem engedik, a katonák meg osztogatják. És akkor így, hát szóval, hogy így ezek a, megkérdezik, akkor ezek ugye a legelső emlékeim, mert ugye ez olyas valami, amit egy ilyen magyar kisgyerek legfeljebb a tévében látott, ott meg egyből egy ilyen érdekes helyzetbe csökkentünk. Én azóta megállás nélkül utazom, ugye nagyon sok rokonom van külföldön, különféle országokban, akik mindig magukhoz vettek, nevelgettek, egy kicsit lássak világot. Először repülni talán 14 évesen repültem, ez akkor még így nagy szó volt, mármint utasszállítógépemet vitorlázón előtte már többször, és akkor egy ilyen franciaországi cserődülésen voltam, és nekem az én végzettségeim az külkereskedő, idegenvezető és külpolitikai újságíró, és ebből adódik, hogy ugye ez mind külfölddel foglalkozik. Szóval, hogy én 18 éves koromtól, és ahogy így elkezdett a súly után belépni a munka világába, én folyamatosan utaztam gyakorlatilag, amikor hazamentem, akkor édesanyám cserélt az alsó nemimet, és nyomás tovább külföldi forgatásokra folyamatosan. Nem is tudom felsorolni, ugye rengeteg háborús helyszínen, ilyen gazdasági találkozón, bárhol, ahol valami történt, valami fontos, dokumentumfilm forgatásokon, így ezzel ment el az egész fiatalságom, és ez egészen addig tartott, amikor annyira túl dolgoztam magam, hogy a főnököm az akkori, sőt most is az RTL klubnak a hírigazgatója, ő azt mondta, hogy húzzak már el valahová, mert két éve, gyakorlatilag minden két évet végig dolgoztam szabadság nélkül, egyetlen egy szabadnak nélkül, és akkor elmentem Brazíliába, és ott így az volt talán addig ugye a legexotikusabb utam, és akkor ott így meg is állt a világ. Én akkor kitaláltam, hogy én ott maradok, illetve miközben ezt kitaláltam, akkor találkoztam a feleségemmel, aki brazil, de aztán végül hazajöttünk, és akkor két laki életmódot kezdtünk el élni, tehát nyáron Magyarországon, télen Brazíliában, ami egyébként egy igen kellemes. Ezt nagyon tudom javasolni mindenkinek, receptre írnám föl minden télen az egy hónap trópust, tehát nem is mediterránt, hanem így az ellenkező végletet, mert nagyon jó ez. És akkor ezt a két laki életmódot csináltuk, aztán megszülettek a gyerekeink, Magyarországon maradtunk, de én folyamatosan utaztam, mert ugye akkor megint TV volt. És aztán 2008-ban elhatároztuk, hogy akkor már nem volt nagyon jó hely Magyarország, vagy mondjuk mindig is nagyon jó hely, nagyon szeretjük, csak az én feleségem afrobrazil, gyerekeim határozottan afromagyarok, vagy ilyen afrobrazil magyarok, és nem azok a körülmények, amelyek között a gyerekeim szerettem volna, hogyha felnőnek, és elköltöztünk, hát ennek sok oka van, a gazdasági, meg magánéletünk, politikai. Tehát ez egy ilyen mix, ugye, a kiköltözés mindenkinél, és akkor kinek mi dominál jobban, de persze gazdaság is, mert ugye pont akkor volt a válság, és azért így, hát onnantól kezdve a Magyarországnak külpolitikai újságírója, aki utazik, tulajdonképpen nincs is. Tehát nem csak én, hanem így, ez így megszűnt, mert vagy kiköltözött valami magyar, és akkor az jelenget onnan, vagy, tehát hogy megszűnt ez a lehetőség, és akkor kiköltöztünk, és azóta hivatalosan laktunk Olaszországban, ott illegális bevándorlóként, aztán legálisként, aztán Portugáliában egy évet, aztán Brazíliában majdnem kettőt, aztán Máltán négy évet, aztán Spanyolországban négy évet, és most már ugye a családom Lisszabonban lakik, akikkel én teljesen természetesen együtt vagyok, vagy hát így hála égnek, csak nekem annyi munka jött be, hogy az elmúlt három évet, azt gyakorlatilag éjjel-nappal, hát
úgy, mintha riporter lennék körülbelül, de azt is csinálom mellette. Vannak saját vállalkozásaim, meg dolgozom, hivatalos tudósítója vagyok a Szlovák Rádió magyar nyelvű adásának, a kisebbségi programjának, a Rádió Pátriának, és ezért én folyamatosan utazom, tehát területeim elvileg az Ibériai félsziget és Latin-Amerika, de más munkáim miatt is, ugye folyamatosan Ázsia, Afrika, Dél-Amerika, és utána vissza a családomhoz, és ezeket a köröket nyomom, de hát egy hónapon belül azért 3-4 kontinens mindig van, és most van 3 hónap, hogy egyrészt a családommal vagyok, másrészt elkezdtem végre rendesen szörfözni, tanulni, úgyhogy ez van csodálatos, ez a koronavírus. Én bevallom őszintén, hogy igazság szerint így a magán szférámra nagyon jó hatással van, viszont az üzletem van egy irodám Botswanában, meg van egy irodám Paraguayban, és mind a kettő teljesen le van zárva, és nem tudok kimenni hozzájuk, és ezért most ilyen kicsit azért már így mennék, tehát lopnék hajót, és mennék át az óceánon, vagy nem tudom, de hogy így menni kéne azért, mert szép lassan. És már nagyon régen nem voltam, hogy 3 hónapig sehova se utaztam, csak a folyó túloldalára hajóval. Kérdésem lenne, hogy feleséged beszél magyarul? Persze, tökéletesen beszél magyarul. Ő ugye az első hivatalosan Magyarországra költözött kapuérai szambatanár volt, ő ezt a kultúrát ott meghonosította Magyarországon nagyon nagy sikerrel, és ez alatt persze meg kellett tanulni a magyarul, mert ugye minden kapuérás megtanul portugálul nagyon gyorsan, na de addig valahogy meg kell értetni a dolgokat, és akkor ezért ugye napi magyarokkal lévő közegben, meg egyébként is nagyon érdeklődik, és ugye mi itthon magyarul beszélünk. Tehát én vele portugálul, de a gyerekeimmel magyarul, és akkor ezért ez egy ilyen osztott dolog, és így önmagától is fejlődik, úgyhogy nemrég volt az állampolgársági vizsgája elbeszélgetése, és nagyon nagy sikert aratott, mert nem gondolták volna, hogy ilyen szépen magyarul, amire persze inkább ő lehet büszke, mert én közben megtanultam ugye tőle nagyon jól portugálul. Igazából ő nem tőlem tanult magyarul. És a gyerekeknél hogy néz ki? Tehát hány nyelven beszélnek? Mi volt az első nyelv, amit megtanultak? Ezt hogy alakítottátok ki, ugye több nyelvű család? Igen, ők Magyarországon születtek, és a kezdettől fogva az volt a terv, hogy a feleségem beszél velük portugálul, én beszélek velük magyarul. És ugye ők Magyarországon születtek. A kisfiam majdnem 6 éves volt, amikor eljöttünk, a kislányom 3, és a kisfiam az beszél olaszul, ugye angolul tökéletesen, portugálul, spanyolul, valenciaiul, és a kislányom az olasz kivételével ugyanezeket, és akkor ugye mivel, hogy folyamatosan ide-oda megyünk, ezért ők ezt mindegyiket nagyon magas színvonalon űzik, tehát mondjuk jóval magasabb színvonalon beszélnek mindannyian azon a nyelven, mint ahogy ezt akár iskolában meg lehetne tanulni így összességében. Ugye a kisfiam most 17 éves, neki ez a 14. iskolája, vagy 15. én nem tudom, és a lányomnak egy kicsivel kevesebb, mert hogy ugye ő később kezdett el iskolába járni. Sokan, amikor külföldre költöznek, akár ugye úgy, hogy több helyre mennek különböző országokba, vagy akár ugye egy konkrét országba le akarnak telepedni. Nagyon fontos kérdés, hogy a gyerekek hogy tudnak ehhez alkalmazkodni. Nektek rengeteg tapasztalatotok van, főleg, hogy ugye ennyi ország és mentetek együtt. Ők hogy alkalmazkodtak ehhez? Tehát hogy látod, hogy mennyire lehet rájuk úgymondván számítani, hogy ez mennyire lesz gond, vagy mennyire tudnak alkalmazkodni és felvenni ugye ezt a ritmust? Én ezt így elnagyoltam az elején, tehát nem érdekelt a kérdés, mert hogy ez az életem, ez van, jönniük kell, csinálniuk kell. És ugye most jövök rá, hogy igazából, hogy persze az ember követi, mert tudja, hogy mekkora terhet pakol a gyerekeire, de most jön rá egy utólag, hogy ez hova vezet. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye mindenképpen vezet, nagyon sok oldalon, nagyon sokat látott embereket alakít ki a folyamatos utazás. Ugye náluk szóba se kerülhet a gyökértelenség, mert minden nyár Balaton, nagyszülők, barátok. Nagyon érdekes ugye, hogy nagyon... Ha megismeri az ember az ilyen gyerekközösségeket minden nagyon sok helyen, akkor mindig rájövünk, hogy ez a barátkozás, ez egy ilyen kelet-európai dolog. Tehát ez egy ilyen magyar, lengyel, szlovák, de mondjuk, vagy szerb, de nem osztrák, és nem is, nem, talán biztos, hogy az oroszoknál is így van, azt nem tudom annyira, de a magyaroknál igen. És ezért nagyon sok magyar barátjuk van, oda vágynak, oda szeretnek hazajárni, ugye nekik az az otthon, akárhol is érünk, hiába töltöttek már több időt külföldön jóval, mint Magyarországon. És hogy nagyon nehéz. Ha ennyire gyorsan ugrál az ember, az borzasztó nehéz, mert ugye csak én gyakorlati dolgokat mondok, úgyhogy mindig új osztályközösségbe beilleszkedni. Egy barátság, mire kialakul az idő, és mondjuk mi most már azért hosszabb időket töltünk egy országban, tehát ilyen 3-4 évet, ez pont elég, de amikor az ember úgy beilleszkedik, akkor már el is megy.
Viszont ugye, hát most kiderült mindenkinek a karantén alatt, hogy azért lehet számítógépen keresztül is inni a haverokkal. Tehát, hogy olyan ez az elektronikus kapcsolattartás, hogy nem veszítették el a barátaikat egyáltalán. Természetesen hiányzik a fizikai kapcsolat, de a beszélgetés, a játék együtt megy, lehet, hogy az emberiség jövője, hogy senki nem fog többet találkozni, de hogy ez nem olyan szörnyű, mint ahogy, elsőre tűnik ez a kérdés, és az pedig biztos, hogy ők sokkal érettebbek a társaiknál, tehát ők sokkal több mindent láttak emiatt, és sokkal többet küzdöttek, mint azok a gyerekek, akik egy helyen vannak, aminek szintén megvannak az előnyei, de beilleszkedésben, adaptációban, kulturális átvételben, és ezek azok a dolgok, amik ugye nagyon számítanak egy, hát egy bizonyos szint vagy cél fölött, ezekben ők nagyon nagy előnyöket élveznek, amivel egyszerűen nem is lehet versenyezni igazából. Ha lehet ilyet kérdezni, melyik volt eddig a kedvenc, vagy három kedvenc országod, ahol akár hosszabb távon éltetek? Mi csupa olyan helyen élünk, ahol legyen strand, meg napsütés, meg pálmafák, meg stb. Ez nekem egy ilyen, én nem nagyon szeretem az északi helyeket, tehát ez nem igaz, nagyon szeretem őket, csak nem tudok ott élni, vagy ellakott élek, de nem ez a jellemző. Nekem mindig is az volt az álmom, hogy Brazíliában éljek, de ott most nem lehet, mert nem olyanok a közállapotok. És Paraguayt nagyon szeretem, azt mindenféleképpen imádom, Európában Portugáliát, de mondhatnám Spanyolországot is. És hogyha meg az én álom helyeim között, akkor én nagyon szeretem a Karibi-szigeteket, azok közül is főleg Grenadát, de gyakorlatilag mindegyiket, mindegy a kultúrát is szeretem, az időjárást is szeretem, balról jönnek a hullámok, ez nagyon fontos szörfözéshez, tehát hogy ott megvan minden az, amire így szükség lehet, de túlságosan érdeklődő vagyok ahhoz, hogy így ki tudjak jelölni valamit, mert mindig van valami újdonság, és akkor az lesz a kedvenc, ma oda akarok menni, azt akarom csinálni, abba ásom be magam. Melyik az az ország, amire azt tudnád mondani, hogy abszolút nem tudnál ott élni, és nem is ajánlanád senkinek? Van-e ilyen hely? Ja, nincs. Nincs ilyen ország, olyan helyzetek vannak. Tehát, hogy gyakorlatilag minden országban meg lehet találni a szépséget. Én nagyon, azért mondom, mert nagyon sok konfliktuszónában voltam, és akkor ugye az az a pillanat, amikor ott nem élnénk, hogyha így morbid, hát ez egy szörnyű példa. Például Szíria, az a háború előtt egy nagyon érdekes hely volt. Gyönyörű, vendégváró, vendégszerető, a maga iszonyú politikai valóságával, de ezek mind eltörpültek amellett, hogy az egy szerethető hely volt. És most pedig egy ilyen rémálom menekülés. És hány ilyen hely van még a világon, hogy lehet, hogy vagy akár Magyarország is biztos 56-ban nem volt egy annyira kívánatos célpont, hogy a háborúk alatt, előtte, utána, igen. Szóval, hogy ez ilyen helyzetfüggő. Vannak olyan helyek, amiket végletesen tönkretesz az emberiség, lerombol, de ezt se tudhatjuk, hogy nem lesz-e később jó hely. Én egyébként vonzódom az ilyen Mad Max környezetekhez. Megszoktam, hogy így ott, nem tudom, lőnek, robbangatnak, rohangálnak, mert én ebből pénzt keresek, tehát engem az igazából nem zavar. Mit tudnál javasolni azoknak az embereknek, akik el akarnak indulni külföldre? Neked van ugye rengeteg személyes tapasztalatod, de mégis egy ilyen felkészülési idő, vagy mit tudnál javasolni, mivel készüljenek, mire figyeljenek oda, hogyha hosszú távon akarnak akár több évre letelepedni valahol? Igen, a nagyon klasszikus, a magyar az egyrészt nagyon bátor, másrészt nagyon kisítő, nagyon bátor, mert tényleg egy hátizsákkal nekivág a világnak, de néha meg nagyon bátortalanok, és én mindig kapok, hogy foglalkozom kivándorlással, bevándorlással, átvándorlással, ez ugye a magánüzletem, és nagyon sokan vannak, akik nem szaktanácsot kérnek, hanem bátorítást. És akkor ugye mi okosat mondhat nekik az ember, mert hát vagy összejön, vagy nem, ugye. Na, de én mindig azt mondom, hogy ha nem próbálod meg, akkor ez soha nem fog sikerülni, és akkor, hogy így az ember nem nagyon hiszi el, de tényleg azt csinál, amit akar. Tehát, hogy ha valaki, nem tudom, a norvég hegyek között akar élni, akkor oda úgy jutottak el az emberek, hogy ott akartak élni, és oda mentek, és kerestek munkát, és csinálták. Hogyha valaki delfinidomár akar lenni, akkor fogja magát, oda megy és megcsinálja. Nincsenek igazából határok, van szerencse, bal szerencse, sors, vannak tőlünk független dolgok, tehát azt senki nem tudta, hogy most jönni fog például egy ilyen vírus, vagy ki tudja hány, kitör egy vulkán. Tehát bármi ilyesmi előfordulat, amihez nincs közünk, de hogyha valaki elvágyik és szeretne valamit, akkor a legnagyobb hülyeség nem megcsinálni, mert hogyha ott vagy és belebuksz és utcán halsz, és hazavisznek, akkor is voltál ott, aztán majd az élet az nem áll meg. Nagyon sokan ugye, amikor neki akarnak vágni külföldnek, akkor mindig halogatják, mert gyerekvállalás, most akkor a gyerek kicsi, akkor nagyobb, akkor barátok.
kialakultak. Van egyáltalán szerinted ideális időpont? Nincs. Az van, hogy összegyűlik egy csomó motivum egyszer csak, ami elindítja az embert. Tehát nagyon irigylem azokat az embereket, akik tudnak tervezni. Tehát, hogy 2 év múlva elindulunk, és akkor most gyerek, és akkor most ez, és az, és akkor el fogunk indulni. Szerintem így minden összejön igazából, és ezért is van az, hogy ilyen hullámok vannak. Tehát az nagyon kényelmes lenne, hogyha azt mondanánk, hogy szeretnék itt élni, és akkor elindulok oda ma, és összerakom. Ez nagyon jó, csak szerintem nem létezik. Vagy 1% a kivándorlóknak, mert a nagy része az valójában úgy van, hogy egy big gazdasági válság, egy társadalmi esemény állhat oda, hogy ilyen hullámokban itt kilöpődnek az emberek Magyarországról. Én ezt nagyon régen kutattam, meg nagyon foglalkozom vele, ugye borzasztó mennyiségű ember, de az egész világon így van, és ennek van egy szelete, aki mindenképpen menne, ilyen vagyok én. Tehát én mindenképpen utaznék, mert ez a foglalkozásom, ez az életem. Vannak olyanok, akik soha nem utaznának, de rákényszeríti az élet. És vannak olyan körülmények, amik lehetővé teszik. Tehát, hogy nagyon vicces az, hogy az emberek nem hiszik el, hogy egy vidéki faluból Budapestre felköltözni, az pontosan ugyanaz a dolog, mint Budapestről Londonba, vagy Frankfurtba, vagy bárhova költözni. Nincs különbség, ugyanazok a különféle hivatalok vannak. A nyelvtudás talán az egyetlen, amit tudok ajánlani. Tehát, hogyha valaki olyan helyre megy, amit nem tudja azt a nyelvet, akkor el fogják adni, nyilvánvalóan el fogják adni, mert rabszolgat, semmit nem tud, életképtelen. Ha megtanulod azt a nyelvet, akkor viszont pont ugyanannyit érsz, mint otthon. Kicsit több teperéssel. Elég fiatalon akkor elindultál. Mit javasolsz a mai fiataloknak, hogy vágjanak bele, amint lehet? Külföldbe kóstoljanak bele? Belekóstolni mindenképpen. Én utazásmániás vagyok, tehát minél több országot lát egy ember, azért annál több kultúrát lát, annál több emberi hozzáállást lát, tanul. Nem biztos, hogy ez fontos egy embernek, de én nagyon szeretek. Nem kötelező utazni, egyáltalán nem kötelező kivándorolni, vagy kiköltözni, vagy külföldi munkatapasztalatot szerezni. Azonban szerintem egy bizonyos foglalkozás rétegnek, vagy bizonyos embertípusnak ez nemhogy nem árt, hanem kötelező, és nem is, én ezt nagyon korán diákkorban igazából, tehát hogy ilyen általános iskolában is kötelezővé tennék cserediákságot, és hogy ez most Magyarországon van egyszer, meg külföldön egyszer, az igazából lényegtelen, csak az, hogy egy kicsit így máshol helytállni, meg más látni. De hogy egyetemen teljesen kötelezővé tenném azt, hogy magas szintű tanulmányokat folytassanak külföldön, az biztos. Nekem nagyon nagy rádöbbenésem volt az, hogy amit én tanultam egyetemen például újságírásról, az merőben teljesen más, mint amit más országokban tanítanak. És hogyha az egyiket ismeri csak az ember, akkor esélytelen arra, hogy nemzetközi szinten helytálljon. És ezért kell mindig folyamatosan tanulni nyelvet, meg mást, és rohanni külföldre az ismeretekért, mert amit otthon nem találnak ki, azt máshol találják. Emlékszel olyanra, hogy mi volt az igazi kultúrsok? Volt-e neked, ami igazi kultúrsokként élt bármelyik országban? Na, hát én nagyon korán kezdtem el így ezzel foglalkozni. Persze, nagyon sok ilyen maradandó élmény van. Vannak országok, ahol nagyon máshol élnek az emberek. Nekem az első, ez pont ez a gyerekkori első volt, egy ilyen érdekes politikai helyzetbe érkeztünk, de annyi egzotikus helyen voltam, hogy nekem ez már így beépült teljesen a világomban. Talán Brazília volt az első olyan, ami tényleg így annyira más közegbe csöppentem, de sportolni voltam, különféle favelákban laktam, ott mentem a kapuéra után. Az ugye ellenkezője volt az én világomnak, nem egy mikrofonnal, meg a kamerával itt kiszállva a légkondicionált jeepből. Egy pillanatra megkérdezzük, hogy milyen a nyomor, hanem hogy ott akkor ott kellett élnem, az volt az első. Talán, viszont azóta meg olyan hülye helyekre vet el a sors tényleg, meg annyi dolog történik, hogy már nem nagyon tudok meglepődni. Voltam nagyon szörnyű helyeken, amikor nagyon kedves emberek vannak, mint például Szomália, de láttam olyan dolgokat, amit nem is várna az ember, mit tudom én, az ilyen nagy nigériai metropoliszokban, hogy azért az tényleg meglep, amikor. Tehát nem is akarok mesélni szörnyűségeket igazából. Mert hogy a kultúrs, az emberek azok mindenhol kedvesek, aranyosak. Csak néha szarul élnek, vagy szar körülmények között. Említetted, hogy bevándorlással foglalkoztok. Hova? Kiknek? Igen, én 2008-ban, amikor eljöttem Magyarországról, akkor én távmunkában elkezdtem dolgozni ilyen különféle svájci bankoknak, és az ő tevékenységüket piároltam Kelet-Európában. És akkor kezdődött el az, hogy volt ez a nagy offshore cégkorszak,
és akkor ennek lealkonyult, és ehelyett az emberek nem azt csinálták, hogy a cégük nem fizetett adót, hanem ők mentek el, és ők nem kezdtek el adót fizetni, mert más olyan országok állampolgárra lettek, ahol nem kell adót fizetni. És ezzel kezdtem el foglalkozni, ezt olyan 2009 körül, és van a világon most 6 vagy, amikor elkezdtem, akkor 2-en voltam, most már 6 vagy 7 ember van, aki csak ezekről ír, ilyen különféle állampolgársági, meg letelepedési programokról, és én egy abban 3-4 ilyen világvezető cégé majdnem mindegyiknek dolgoztam már, de az egyiknek már nagyon régen, én nagyon szeretek nekik dolgozni, egyébként magyar központú cég, vagy hát így magyar központú is, és ők megengedték, hogy legyenek saját irodáim olyan helyeken, amivel ők nem foglalkoznak. És Paraguay az ilyen digitális nomád adózási központ, meg egyáltalán egy a világ egyik legszabadabb, meg legjobb helye, egészen csodálatos. Na azt pont olyan senki nem gondolná, azt se tudják, hogy mi Paraguay, Uruguay, aztán kész így nagyjából ezzel így meg is volt, és az egy ilyen csodálatos hely. De azzal nem foglalkozik senki, és ugyanígy Botswanával sem, ami pedig Afrikának a legszebb, legbiztonságosabb, leggazdagabb országa. Tényleg valami egészen baromi jó dolog ám ott lenni, mert gyönyörű. Gyönyörű. Tehát, hogy az valami egészen hihetetlen, hogy milyen szép az ország, és akkor ebben a két országban tevőlegesen jönnek az emberek, és akkor az ő jogi ennek a jogi hátterét intézzük főleg, meg ugye a befektetéseiket, és emellett én továbbra is írok éjjel-nappal egy ilyen, hát ez egy heti 10-15 cikket biztos írok bevándorlás témában, és akkor ezt négerkedek, ezt így hívják, ugye, hogy ghostwriter angolul, ugye, hogy más nev alatt jelenik meg a cikk, és akkor a nagy bevándorlási főnök, úgy cégigazgató megmondja a frankót, én meg megírom neki. De van, amikor csak híreket. Ugye elég fiatalon indultál neki külföldnek, ettől függetlenül azért jó pár évet Magyarországon töltöttél. Van-e olyan három dolog, vagy akár öt dolog, ami Magyarországról hiányzik neked, vagy amire azt mondod, hogy nem találtad meg más országban? Mákos guba. Szüleim. A barátaim, akikkel tényleg, tehát hogy amikor otthon voltam, nem beszéltem annyit, mint most velük, tehát hogy így ez a technológia az azért az igen, igen kedvező dolog, és ezzel így el is fogyott. Nekem soha nem volt célom Magyarországon élni, mert ugye újságíróként nagyon jól megismertem, földrajzilag, nagyon, nagyon megszerettem, nagyon megismertem, és ez adta nekem azt a vágyat, hogy én ismerjek meg mást is. Én nem, tehát hogy nem azért mentünk el külföldre, mert olyan hatalmas, bocsánat, lehet, hogy a kutya belalatszott, ilyen hatalmas kényszerítő erőink voltak, hanem a kalandvágy, tehát nem volt kétséges, hogy én külföldön leszek, külföldön fogok élni. Hiszen pillanatig régen voltak ilyenek, hogy hazaköltözünk, meg ott fogunk élni, de akkor viszont borzasztó lenne a távolság különbség. Tehát innen Portugáliából nekem nagyon egyszerű beháromszögelnem a világot. Ez Magyarországról nagyon nehéz. Mit szólnál hozzá, hogyha egy következő beszélgetésben itt a paraguayi dolgokkal kapcsolatban egy kicsit bőven beszélgetnénk, hogyha van hozzá kedve? Nagyon, nagyon szívesen, én ilyen különféle országok bevándorlási rendszereidet tényleg, tehát hogy nincs is talán olyan ország, aminek nem fordítottam volna már le a valamilyen nyelvre a teljes bevándorlási törvényét, Paraguayt meg aztán túlról ismerem mondjuk inkább így, nagyon szívesen. Ez a Latin Amerika nekem nagy szívem csücske, onnan tudok sok országról. Én megmondom az őszintét, nem sokat tudok róla, úgyhogy nagyon szívesen beszélgetnék akár több beszélgetés keretében erről, hogy jobban én is megismerhessem. Nagyon szépen köszönöm akkor a lehetőséget, és akkor hamarosan folytatjuk. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Sziasztok. Szervusz, sziasztok. Sziasztok.